Az ünnepek közeletével sokan elutaznak meglátogatni családtagjaikat, esetleg megejtenek egy kisebb kirándulást vagy nyaralást. Az erre az időre őrizetlenül hagyott lakások könnyű célpontok lehetnek a furfangos tolvajok számára, ám kisebb, apró trükkel, illetve egyszerű lehetőséggel élve minimalizálhatják annak az esélyét, hogy egy feldúlt, kiposztott lakásba érjenek haza. Mindenféleképpen rejtsék el szem elől az értéktárgyakat. Ne hagyjanak elől semmit, pakolják el az értékeket. Az ablakokat tartsák zárva, függöny behúzva, hiszen ha be lehet látni, az olyan a betörők számára, mint egy kirakat. Kérjék meg a szomszédjaikat, hogy figyeljenek otthonukra, míg nincsenek otthon. Hagyják bekapcsolva a tévét, rádiót, így azt a látszatot keltik, hogy otthon vannak. Egy-kettő helyiségben a villanyt is égve hagyhatják otthonukban, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy van valaki a lakásban. Amennyiben rendelkeznek jelző vagy riasztó rendszerrel, azt még egészen rövid időnyi távozás esetén is kapcsolják be, hiszen a tolvajoknak akár pár röpke pillanat is elég a lakhelyünk kipakolásához. Amikor éjféli szentmisén vannak a hívők, a tapasztalatok szerint, akkor nő meg igazán a lakásbetörések száma. A szakértők azt ajánlják, hogy ezt a körülményt is vegyék figyelembe, mikor takarékosságból lekapcsolják inkább a villanyt. Viszont, ha az ünnepek kapcsán több napra tervezik az utazást, érdemes beszerezni automata időzítővel ellátott lámpát, hiszen így nehezebben figyelik ki a tolvajok, hogy nem tartózkodnak otthon. A házak melléképületeit is érdemes jól bezárni, hiszen rengetegszer lehet hallani, hogy a betörők az ott talált saját szerszámmal törik fel otthonunkat. A felsorolt óvintézkedések betartásával rengeteg kellemetlenségtől megóvhatják magukat, és nem szabad elfelejteni, alkalom szüli a tolvajt.